Sziasztok, Mala vagyok. Ez pedig, hogy hogyan használjunk kontrollert a WoW-ba videó. Konkrétan be lehet harangozva, hogy a Shadowlands-be kontrollerrel lehet irányítani a játékot. Ennek ellenére szerintem, aki megpróbálta, belefutott abba, hogyha előveszi a kis kontrollerjét, és elkezdi nyomkodni rajta a gombokat vadul, akkor nagyjából ezt a reakciót tudja kihozni a játékból. Technikailag semmi. Na most, hogyha bemész, megnézed a szisztemet, stb. Piszkosul nem lesz olyan opció, hogy kapcsolod be a kontrollert. Ezen szeretnék segíteni azoknak, akik szeretnék kipróbálni, hogy kontrollerrel milyen vovozni. És konkrétan a következő parancsot kell beírni. Ez benne lesz a leírásba is, hogyha valaki csak ki akarja másolni, megteheti. És miután beírtuk, jéj, mozog! Technikailag onnantól kezdve működik a kontroller. Annyi, hogy a keybindingba, hogyha bemész, gyakorlatilag ugyanúgy be tudsz állítani mindent, mint ahogy billentyűz a tegérrel. Mit tudom én, nem a Gamepad X-el akarod az egyes gombot használni, hanem a nem tudom én Y-nal, akkor azt is megteheted. Tehát ugyanúgy szépen be tudod állítgatni, hogy melyik gombra mit csináljon, mint hogyha a billentyűzetegeret setupolnád föl. És már mehet is a móka meg a kacagás. Ezen kívül tudnák még ajánlani két dolgot, hogy ne szopjatok. Konkrétan van még egy parancs, amit érdemes megjegyezni, amitől nekem itt van fixen az egér cruiser. Ez azért fontos, mert alapból ez nem lenne itt, és mondjuk így kontrollerrel is könnyedén tudsz lootolni. Mert az ott marad, megölöd Bélát, pufcsicsat, hatalmas DPS-en van, mindjárt megöljük, és már tudsz is lootolni. Sokkal egyszerűbb, mint hogyha nincs. Hogy mi lenne ez a parancs, már mutatom is. Mivel géppel nem tudok kontrollerrel, ezért ezt csak így tudom, billentyűzettel. Ez pedig a konzol Gamepad Cruiser Centering 1. Ezt fogja nektek ide rakni. Ezt a kis egér mutatót. Végeredményben az. És akkor tudtok lootolni. Természetesen lehet így kontrollerrel is vezérelni az egeret, csak ezt így szopás szerintem minden egyes lootolásnál. Megnyomod a gombot, ráviszed az egeret, megnyomod a gombot, és már lootolsz is. Szerintem sokkal-sokkal egyszerűbb, hogyha így kint van alapból, dinamikusabb a dolog. Kettő darab addont még mindenféleképpen ajánlanák ehhez a dologhoz. Az egyik az extra quest button, ami azért nagyon jó, mert rengeteg questbe lesz hagyabékén. Nem akarom felvenni! Jó, hát tutoriál. Szóval rengeteg questbe lesz olyan, hogy quest itemet kell használni, és így nagyon könnyen be tudod bindolni ezzel az extra quest buttonnal a gamepadot, hogy valamelyik gombra belövöd, és akkor megint csak nem kell azt csinálni, hogy megkeresed az inventory-be, vagy a questnél rákattintasz, vagy ilyen abszolút nagyon durva dolgokat csinálsz, hanem szépen itt lesz az addonnál, addons fül alatt, hogy extra quest button, és ugyanúgy beállítod hotkeyt, mint bármelyik másnál. A másik pedig a quick quest, ez pedig azt csinálja, hogyha fölveszel egy questet, akkor technikailag nem kell ráegerezni szintén, hogy accept, meg ilyen hülyeségek, hanem instant fölveszi a questet, meg megkönnyíti az életed. Nos, remélem tudtam azoknak segíteni, akik szeretnék kipróbálni kontrollerrel, hogy milyen vovozni. Egészségetekre! Mala voltam, sziasztok!